egy fontos információ, ami ha nem tudunk róla, akkor alapokból megborulhat az egész elképzelés. Tudnunk kell, vagy tudnotok kell, hogy tervezőink, tehát építészmérnökeink mai napig 30-40 évvel ezelőtt íródott tankönyvből tanulják legalábbis ezt a részét a tudásuknak, ami azt jelenti, hogy klasszikus értelemben egy nyílóajtós szekrénynél válfa mélységnek a 60 cm elegendő, itt a tolóajtós szerkezetnél ez nem igaz. Az ideális mélység az a 70 centi, ami abból adódik, hogy a válfáknak ugyanúgy, mint ahogy a klasszikus formában 60 centis mélység ideális, optimális, és ehhez még jön a két tolóajtó vastagság, ami többnyire általában 10 centi. Tehát ebből jön ki bruttó 70 centi külméreti mélység. A minimum mélységet én 65 centibe határozom meg. Itt még azt mondom, hogy jól működik a szerkezet. Tehát amikor veszünk egy lakást, vagy átalakításba fogunk, vagy esetleg belefolyunk egy tervezésbe, tehát egy új háznak a tervezésébe, akkor érdemes bátran ebbe a dologba belenyúlni. Jó, hogyha ezeket az adatokat tudjuk. Nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak egy gardróbba. Ugye alapból válfán tároljuk a ruháinkat, polcon tároljuk a ruháinkat, ebből majd lesznek itt különböző körülmények, amiket okossággal le lehet küzdeni. Ha már itt vagyunk, akkor ebbe bele is kezdek, vagy elmondanám. Tehát ugye a válfának, említettem, ez a 60 centis mélység a szükséges, az összehajtott ruháknak ez a mélység fölösleges vagy sok. Itt ebben az esetben két stócba, két sorba lehet pakolni. Ezt egy egyszerű, kiúszható polccal le lehet küzdeni, meg lehet oldani, úgy, hogy a ruhákat egymás mögé tudjuk tenni, és oldalról hozzáférjünk, tehát nem kell kipakolni az első sort és a második sort. Költséges megoldás, de egy hosszú távon jól működő gardróbnak a lehetőségét biztosítja. Egy hasznos tanács, hogyha polcokat osztjuk ki a tervezés során, akkor nem jó a túl távoli polckös sem, mert ugye a ruha stóc magas lesz, és azt tuti, hogy nem a legfelső ruhára van szükség általában az embernek, és ha kihúzom az alsót, akkor borul az egész stóc. Tehát ebben az elérhető tartományban tapasztalatom szerint, ha csak polcról beszélek, 6 polcot lehet betervezni, az 7 közzel jár, és az kb. 30 centi. Az ennek a távolságnak felel meg. Ez egy olyan távolság, ami se nem kicsi, ha nem kiúszható polcról beszélek, hanem fix polcról, tehát hagyományos polcról, amikor ugye van egy extra mélységünk, akkor is még kezelhető nyilván, úgyhogy az első dolgokat ki kell sajnos venni, de nem túl keskeny és nem túl magas. Én ezt javaslom, hogyha valaki polckiosztásba gondolkodik, vagy saját maga tervezi a gardróbját. Hogyha ingekbe, zakokba, blúzokba, blézerekbe gondolkodok, ebben az esetben lehet kombinálni polcos részt válfás résszel. Ez a magasság még elérhető. Én úgy gondolom, hogy egy átlag magasságú embernek hölgyek is tudják használni. Hogyha hosszú ruha, hosszú kabát, akkor nyilván már ez a kombináció nem tud működni, legalábbis akkor nem érnénk el. Viszont az a tapasztalatom, hogy a ruha tárunkban a hosszabb kabátok, hosszabb ruhaneműk elenyésző mennyiségűek. Itt egy olyan szituáció alakulhat ki, hogy van egy bizonyos része a gardróbnak, tehát mondjuk itt ebben esetben egy 70 centis része, amit beterveztünk hosszú kabátosnak, és ebbe, hogyha beakasztok egy kabátot, akkor egy nagy része nincs kihasználva. Itt látszik ez a szituáció, amit az előbb említettem, hogy van egy méteres rudunk, ahol vegyesen van rövidebb, illetve egy kabát van. Ez például egy jó megoldás lehet a maximális tér kihasználására. Itt a fiókok alatt egy olyan nadrágtartó szerkezet van beépítve, ami kiúszható, helyveszteség nélkül kihasználja ezt a teret, és nagyon praktikusan, nagyon könnyen egy mozdulattal levehető, föltehető a nadrág, aki ezt a ruhatárolási módszert kedveli, ezt ajánlom.